Sötétedés után inkább nem mennek utcára, mert félnek a bevándorlóktól. Erről beszélnek a határmenti szerb települések lakói. Egyre több migráns torlódik a határ túloldalán, akik napról napra türelmetlenebbek. Nem egyszer agresszívan támadtak a határt védő magyar rendőrökre is. Csak szombaton egyébként 300 ember tartóztattak fel az egyenruhások. Zárkapu mindig, mert a migránsok végül, hát nem bírom őket kihajtani. Mi hozzánk egyszer begyűjtek, vagy 40-en. Drámai filmet töltött fel a kormány a közösségi oldalára. Azt mutatják be, hogyan telnek a hétköznapok a déli ország határ szerb oldalán. Az összeállításban ottani lakosok panaszkodnak arról, hogyan változtatta meg az életüket az elmúlt években az illegális bevándorlók megjelenése. De nem merünk még a rólót mozdítani, hogy kinézni, hogy kis, hogy mik csak menjenek, minket ne bántsanak. Az ember hazaért este fiatalabb az illető, mint én, és meglátták, hogy a kocsiá volt létre főszerelve. És ben voltak nála a migránsok a színbe, ketten megfogták őt, csak elmarkolták. Ezeket a felvételeket már a híradó stábja készítette vasárnap Szabadka belvárosában. A hatóságok ugyan időnként elfogják a migránsokat, és buszokkal a befogadó központokba szállítják őket, azonban napokon belül újabb csoportok jelennek meg. A legtöbbjük innen a magyar-szerb határ felé indul tovább. Általában taxisok jönnek, amikor többen vannak, és elviszik őket a szerb-magyar határ felé, ott kiteszik. Na, ezért vannak elég sokan, összegyűltek Majdány és Rábé környékén és Horgoson is. Ezek nem egy akciófilm jelenetei. A magyar-szerb határon készült felvételeket pénteken tették közé. Jól látszik, hogy a migránsok többször is szinte megrohamozzák a kerítést. A hatóságoktól sem riadnak vissza, sőt, amikor megjelennek a rendőrök, kövekkel és husángokkal támadnak rájuk. Az illegális bevándorlók csoportosan ostromolják a határt. Nem egyedi esetet rögzítettek a kamerák, a rendőrökre és katonákra szinte naponta rátámadnak a migránsok. Erről beszélt Orbán Viktor is pénteki rádió interjújában. A kormányfő leszögezte, a határt nem lehet virágcsokrokkal, plüsmacikkal és fogadóbizottságokkal megvédeni. A hazánkra támadó migránsokat meg kell állítani. Valakinek azt kell mondani, hogy a határra rátámadó, a kerítésen átjutni akaró migránsokat meg kell állítani. Tehát nem lehet menedzselgetni intézményeket, hanem azt kell mondani, uraim, az az elvárásunk a rendőreinkkel és a katonáinkkal szemben, hogy védjék meg a határt. A rendőrség adatai szerint csak szombaton több mint 300 határsértőt tartóztattak fel, és 135 főt akadályoztak meg az illegális határátlépésben.